Az egy osztálya feljebb szereplő Tiszaújvárost már elbúcsúztatták a második számú kupasorozattól a nyíregyházi kosarasok, így a MEAFSZ ellen sem esélytelenül lépett pályára a házigazda. Az első negyed végén egyenlő volt az állás, a második 10 percben viszont 11 ponttal elléptek a vendégek. A harmadik negyedben 5 pontot ledolgoztak hátrányukból a hazaiak, majd a záró játék részben tovább zárkózott a Sunshine Nyíkse. A hajrá azonban a miskolciaknak sikerült jobban, akik így 11 pontos győzelemmel jutottak tovább. A hazaiak játékos edzője szerint a kupamecs jól szolgálta a bajnoki mérkőzésekre való felkészülést. Először is szeretem gratulálni a srácok, mert ez nagy munka, igazi férfi munka volt ez, amit vártam. Sajnos nem volt elég, mert MEAFSZ a reális erősebb csapat van, magas szint is játszik, és minden hétvége neki van egy erős meccs, ami nálunk hiányzik. Pedig nálunk ez nagy iskola van, hogy következő, most jön ez erős meccsek Békés Csaba ellen, Deac Keto ellen, és ez pont jó idő bement ez a meccs, hogy tudunk kapni picit erősebb csapat. Az NB2 keleti csoportban még veretlen a Sunshine Nyíkse. Eddig mind a 6 meccsét megnyerte a csapat, amely jelentősen átalakult kerettel vágott neki a szezonnak. A játékosok amatőrök, korábban magasabb osztályban szereplő rutinos kosarasok és odaigyekvő fiatalok lépnek pályára a meccseken. Fontos, hogy Nyíregyházának és a megyének legyen egy olyan csapata, ahol azok a játékosok, akik itt tanulnak Nyíregyházán, itt dolgoznak Nyíregyházán, nagy szavak a lokál patriotizmus, de bennünket ez vezényel az, hogy ezeket a fiatalokat próbáljuk itt tartani, akik még vagy már nem ütik meg azt a legmagasabb szintet, ezt a sportágat tudjuk űzni, egy csapathoz tudjunk tartozni, itt tudjuk tartani a megyében a fiatalokat, és nem utolsó sorban kosárlabdában próbáljunk minél szebb eredményt elérni. Minden évben küzdünk azzal, hogy egyetemre, főiskolára, munkai elfoglaltságok miatt elkerülnek játékosaink, az idén is így volt. Egy kicsit kérdőjelesen kezdtünk neki a bajnokság, hogy milyen lesz a csapatunk, de menet közben kiegyenesedett, és ezek a fiúk, akik most itt vannak, a tanulás és a munka mellett azért a lehető legjobbat próbálják oda tenni. A Sunshine Nyíkse legközelebb vasárnap lép pályára, akkor az 5 győzelemmel és 1 vereséggel álló Szolnoki Olaj 2 otthonában vendégszerepel a nyíregyházi együttes.